Sziasztok! Ez itt a harmadik szelekútja videó két zsinóros sárkányozásról kezdőknek. Ne felejtsétek el megnézni az első kettőt sem, amikben a repülés alapjairól volt szó. A továbbiakban majd néhány részletben alaposabban is elmélyedünk. Most a repülés technikáját fejlesztjük egy kicsit tovább. Ha a repülés magas iskolájára vagy kíváncsi, akkor azt nem tudom neked megtanítani, de ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. Az előző részben megismerkedtünk a húzó kormányzással. Tudod, amelyik kezedet magad felé húzod, abba az irányba kanyarodik a sárkány a saját orrához képest. de mi a helyzet, hogyha a kezedet eltolod magadtól? A biciklis analógia itt is működik. A sárkány az ellenkező irányba fog kanyarodni. Annyi csavar van a dologban, hogy a bicikli kormány egyben valamiféle botkormányra is hasonlít, amivel a sárkány sebességét szabályozod hiszen tudod már azt is, ha előre lépsz, szelet veszel el a sárkánytól, ezzel lelassítod. Ha hátra lépsz, szelet csinálsz neki, ezzel felgyorsítod. Ugyanezt történik, ha a két kezed egyszerre mozdul ugyanarra. A kormányzás aerodinamikája már bonyolultabb, de ennyiben hasonló. Valahogy úgy megy a dolog, hogy a korábban megtanult húzó kormányzásnál a sárkány jobban ráfeszül a szélre, így az előrefelé mozgása egy pillanatig gyorsul, ugyanakkor pont a meghúzott szárny kiebb kerül a szélből, tehát az átellenes szárny lesz gyorsabb. Mivel ott hagyni nem tudja a másik szárnyat, fordulni kezd. Amikor viszont tolással kormányzol, a sárkány elernyed, egy pillanatig lassul, de a megtolt szárny az, amelyiknek van játéktere, tehát az fog jobban mozdulni, hogy visszaálljon a szélbe. Komplikált? Az nem is biztos, hogy így van. Mondom, mit jegyez meg belőle. Ha tartósan előre van tolva az egyik kezed, az ugyanolyan hatással van, mintha a másik kezedet tartanád hátrahúzva. A sárkányt csak az érdekli, hogy melyik zsinór van hátrább. De, és ez a lényeg, magában a tolás pillanatában a sárkány szinte megáll az égen, miközben fordul. egy szó, mint 100, húzással ívesen lehet kanyarodni. Tolással viszont sarkosan. Éppen ezért a tolókormányzás gyakran gyorsabb, agresszívabb mozdulatokkal történik, hogy azok a sarkok még élesebbek legyenek. Angolul sokszor nem is push, hanem punch ütés a neve. Magyarul inkább lökésnek mondanám. <coughs> A körök végtelenek és egyenesek mellett tehát most már gyakorolhatod a sarkokat is. Ennek a legkézenfekvőbb módja a fektetett 8-as, kvarcóra stílusban. De ahogy nő a magabiztosságod, csinálhatsz homokórát, meg sok szögeket, és mindenféle cikcakkokat is. Közben valószínűleg azon kapod majd magadat, hogy nem tisztán csak húzol vagy tolsz, hanem sokszor egyszerre mozdul a két kezed ellenkező irányba. Ha nem lesz belőle fejvesztett kalimpálás, akkor ez nem baj, sőt, jó. Tapasztalt csak ki, hogyan tudod a leghatékonyabban az általad kívánt pályán tartani a sárkányt. Gyakorlás közben azt is észre fogod venni, hogy a sárkány akkor a legfürgébb, amikor tőled pontosan szélirányban van, és nem túl magasan az égen. Ha felrepülsz a zenét felé, a sárkány lomhább lesz, és megáll, esetleg átesik, és leszállingózik. Ha kirepülsz balra vagy jobbra, akkor egyre lassabban száll a sárkány, majd leereszkedik a földre. Gratulálok! Megismerkedtél a szélablakkal! A szélablak a világnak az a része, ahol a sárkányod éldegél. Ez lényegében egy gömbhely cikkeje. A gömb középpontja te vagy, a sugara pedig a zsinórod hossza. A szélablak elméletileg a gömb teljes tőled szélirányba eső fele. Ha nem egy torony tetejéről sárkányozol, akkor persze ennek a félgömbnek is csak a vízszintestől felfelé levő felét tudod használni. Erősebb szélben a fennmaradó gömbnegyed egészen vagy majdnem egészen a tied. Ahogy ingadozik a szélsebessége, úgy nő vagy csökken az ablak és úgy lesz a sárkány is hol fürgébb, hol fáradtabb. Gyenge szélben tehát csak középtájon kap a sárkányod elegendő felhajtó erőt. A legnagyobb meghajtást mindig az ablak középső részén az úgynevezett erőzónában kapod. Itt tudod a leggyorsabb manővereket végrehajtani, és itt kell a legjobban észnél lenned, hogy a sárkány ura maradj. Ha a szél iránya változik, akkor az ablak elfordul hozzád képest, Ilyenkor a sárkányod sebessége megnő vagy csökken, az szerint, hogy kijebb kerül az ablakból, vagy bejebb kerül bele. Az ablak peremén ezért mindig befelé érdemes kormányozni, és húzással, hogy gyorsuljon a sárkány. Középtájon kifelé kanyarodva és tolással lassíthatsz, befelé kanyarodva és húzással gyorsíthatsz. Rajta, tapasztalt ki a valóságban is! Próbáld meg letapogatni a szélablakot a sárkánnyal. Nézd meg, meddig mehetsz fölfelé, oldalt lefelé és fel a másik oldalon. Ne felejts el szükség szerint kormányozni a jobb vagy a bal húzásával, és ha elvesztetted a hajtóerőt, mert kimentél az ablakból, akkor támasz szelet, úgy, hogy mind a két kezedet hátra húzod, esetleg hátrálni kezdesz. Gyakorolhatod még azt is, hogy vízszintesen végigrepülsz az ablakon, minél egyenesebben és minél közelebb a földhöz. Amikor kiértél a túlsó szélre, fordulj vissza egy felfelé félkörrel, így biztos nem ütközik a földbe a sárkányod. De ha vagányabban akarod csinálni, akkor kormányoz először filoman felfelé, aztán pedig fordulj meg egy lefelé félkörrel. Ennyi volt az okosság mára. Gyakoroljatok szorgalmasan, jó szelet kívánok hozzá! Ha tetszett a videó, nézzétek meg a többit is, és ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. stb. Legközelebb pedig megtanulunk leszállni.